14. fejezet Kilon a következő néhány napon sehol sem mutatkozott. Vinicius mióta megtudta Aktétól, hogy Lügia szerette, százszorta jobban vágyott rá, hogy megtalálja. A maga erejéből kerestete hát, mert nem akart, de nem is tudott volna a kis Augusta betegsége miatt mélységes rémületben élő Cézárhoz fordulni segítségért. Mit sem használtak a szentélyekben bemutatott áldozatok, imádságok és fogadalmak, sem a doktorok tudományos, sem a varázsszerek, amelyek a végső szükségben szintén sorra kerültek. A gyermek egy hét múlva meghalt. Az udvar és Róma gyászba borult. Cézár, amint a gyermek születésekor az örömtől, most a kétségbeeséstől őrjöngött, és szobájba zárkozva két napig nem evett semmit, és noha a palota csak úgy rajzott a szenátorok és augustiánusok tömegétől, akik siettek részvétüket nyilvánítani, Cézár senkit sem akart látni. A szerátus rendkívüli gyűlésre ült össze, amelyen a meghalt gyermeket Isten nyilvánították, és elhatározták, hogy szentét emelnek számára, és ahhoz külön papot rendelnek. Más templomokban is újabb áldozatokat mutattak be a halott tiszteletére. Értékes fémeből megöntötték a szobrait, a temetés pedig egyetlen végtelen ünnepé volt, amelyen a nép megbámult a Cézár mérhetetlen fájdalmának szemmel látható jeleit, és vele együtt sírt, kezét kinyújtotta az ajándékokért, és mindenek felett szórakoztatta a rendkívüli látványosság. Petronius nyugtalanította ez a haláleset. Róma szerte ismeretes volt már, hogy Poppe a varázslatnak tulajdonítja azt. Ugyanezt mondták vele együtt az orvosok, akik ezzel akarták menteni minden igyekezetük sikertelenségét, a papok, akiknek áldozatai hiába valóknak bizonyultak, a kuruzslók, akik életükért reszkedtek, meg az egész nép. Petronius most már örült, hogy Lügia megszökött, mivel azonban Auluszéknak nem kívánt rosszat, önmagának meg Viniciusnak pedig jót kívánt, így hát amint a Palatinusról leszették a gyászjelentő Ciprust, sietett a szenátorok és Augustianusok számára készített fogadásra, hogy meggyőződjék róla, mennyire adott hitelt Néró a valázsatról szóló híreknek, és elejét vehesse az ebből fakadó következményeknek. Nérót ismerve azt is el tudta képzelni, hogy az, ha nem is hisz a varázslatban, úgy fog tenni, mintha hinne. Egyrészt azért, hogy ezzel megcsalja a saját fájdalmát, meg hogy valakin bosszút állhasson. Végül pedig, hogy elejét vegye minden olyan híresztelésnek, mintha az Istenek kezdenék őt büntetni gaztetteiért. Petronius nem hitte, hogy Cézár akár a saját gyermekét is tudná mélységesen és őszintén szeretni, no, igen, hevesen szerette, abból azonban bizonyos volt, hogy a fájdalmat túlozni fogja. És valóban nem is tévedett. Néró szemét egyetlen pontra mereztve, megkövült arccal hallgatta a szenátorok és lovagok vigasztaló szavait, és látszott, hogyha valóban szenved is, gondolatai egyszerűen mint azt feszegették, hogy milyen hatást kelthet fájdalma a jelenlevőkben. Nióbét pózolja, és szimpadiasan játsza meg a szülői fájdalmat, mint egy komédiás de így sem tudta megállni, hogy megtartsa a halogatag szinte megkevült fájdalom kifejezését, mert időnként olyan mozdulatokat tett, mintha homokot szórna a fejére. Máskor meg tompány összerögött, mikor pedig megpillantott a Petroniuszt, felugrott, és tragikus hangon kiáltozta, hogy mindenki meghallja. E te is oka vagy halálának! A te tanácsodra került a -e falak közé a gonosz szellem, amely egyetlen tekintetével kiszívta az életet melléből. Jaj, nekem! bár sose látnák szemeim héli az világosságát. Jaj, nekem! Ehő, ehő! És a hangja kétségbe esett jaj erősödött, de Petronius e pillanatban elhatározta, hogy mindent egyetlen kockára tesz fel. Azzal kezét kinyújtva letépte a sejemkendőt Néró nyakáról, melyet az mindig ott viselt, és Cézár szájához szorította. Uram! mondta komolyan gyújtsd fel Rómát és az egész világot fájdalmatban, de hangodat őriz meg nekünk. Elámultak a jelenlévők. Egy pillanatra maga Néró is meglepődött. Egyedül Petronius maradt rendületlen. Nagyon jól tudta ő, mit csinál. Hiszen jól emlékezett rá, hogy Terpnosznak és Diodorosznak egyenes parancsuk volt, hogy Cézár száját betömjék, valahányszor túlságosan felemeli hangját, ami annak bármilyen módon megárthat. Cézár, folytatta változatlan komolysággal és szomorúsággal, mérhetetlen kárt szenvedtünk. Legalább ez a kincsünk maradjon meg vigasztalásunkra. Néró arca megremegett, és szeméből csak amar megerett a könny. Egyszerre kezével Petronius karjára támaszkodott, fejét barátja mellére hajtotta, és zokogva ismételgette. Csak te gondoltál erre, Petronius, mindnyájatok közül, csak te, egyedül te. Figellinus sárga lett az irítségtől. Petronius pedig így felett. Menj Anciumba! Ő ott jött a világra, ott áradt reád az öröm, ott találod meg a vigasztalást is. Hadd frissítse fel a tengeri levegő isteni torkodat, melled szívje be a sós nedvességet. Mi, a hívek, mindenhol veled megyünk, és még fájdalmadat barátságunkkal gyógyítgatjuk, te gyógyítgass minket énekeddel. Igen felelt a Néro fájdalmasan. Himnuszt írok hozzá, és meg is zenésítem. Azután bájéban megtalálod a nap meleg sugarait, és végül Görögországban a feledést. Görögországban a költészet és az énekek hazájában. És a megkövesült komor hangulat fokozatosan felengedett, mint ahogy elvonulnak a napot eltakaró felhők, s megindult a beszélgetés, mely színleg még telítve volt szomorúsággal, de már a jövő terveivel is, az utazásokkal, a művészi fellépésekkel, sőt, Tiridátész, Arménia királya bejelentett látogatásával együtt járó fogadásokkal. Tigellinus még megkísérelte, hogy ismét az igézésre terelje a beszédet, de Petroniusos már biztos volt győzelmében, tehát nyíltan szembenézett e kihívással. Úgy vélett Tigellinus, hogy az igézet árthat az isteneknek? kérdezte. Cézár maga beszélt róla, felelte az udvaronc. Azt a fájdalom mondta, nem Cézár, de mi a te véleményed erről? Az Istenek sokkal hatalmasabbak sem, hogy az igézetek árthatnának nekik. Akkor hát tagadnád, Cézár és családja isteni mi voltát? Peraktum ezt elvégeztetett dörmögte a közelben álló Eprius Marcellus a cirkusz közönségének kiáltását, amit akkor hallott, ha a gladiátor az arénában olyan sebet kap, hogy kegyelendőfésre már nincs szükség. Tigellinus magába folytotta a ragját. Közte és Petronius között régóta folyt a verseny is Néró kegyeiért, és Tigellinusnak megvolt az az előnye, hogy Néró vele szemben csak kevéssé vagy egyáltalán nem feszélyezte magát. Mostanáig azonban valahányszor összemérték erőiket, Petronius mindenkor legyőzte őt eszével és szellemességével. Most is így történt. Tigellinus elhallgatott, de jó emlékezetébe véste azokat a szenátorokat és lovagokat, akik, mihely Petronius visszavonult a terem belsejébe, nyomban köréje seregvettek, úgy vélekedvén, hogy a történtek után kétségkívül ő lesz Cézár első kedvence. Petronius pedig a palotából távozva Viniciushoz vitette magát, és miután elmondta neki a Cézárral és Tigelinussal történteket, így szólt: Nem csak Aulus, Plaucius és Pomponia, meg a mi kettőnk fejéről hárítottam el a veszedelmet, hanem Lügi a fejéről is, akit már csak azért sem fognak keresni, mert rábeszéltem azt a rőtszakáló majmot, hogy utazzék Ánciumba, onnan pedig Neapolisba vagy Bájeiba. És el is utazik. Rómában ugyanis eddig elé nem mert nyilvánosan fellépni a színházban, de tudom, hogy régóta készül erre Neapolisban. Azután Görögországról ábándozik, ahol minden nevezetesebb városban énekelni szeretne, hogy aztán a görögöcskőjétől kapott valamennyi koszorújával együtt diadalmenetben vonuljon be Rómába. Ez alatt pedig mi nyugodtan kereshetjük Lügiát, és biztos helyre el is rejthetjük. Na, a tiszteletre méltó filozófusom még nem jelentkezett? A te tiszteletre méltó filozófusod csaló? Nem, nem jelentkezett. A színét sem láttam, és nem is fogjuk többé látni. Nekem viszont jobb véleményem van, ha nem is a becsületességéről, de az eszéről. Egyszer már eretvágott pénzes zsákadon, eljön hát másodszor is, ha másért nem azért, hogy ismét eretvágjon rajta. Csak vigyázzon, hogy én meg ne csapoljam az ő védét. Ne tedd! Légy türelmes iránta, amíg kétségkívül meg nem győződő arról, hogy csaló. Ne adj neki több pénzt! Ellenben igér gavalléros utalmat arra az esetre, ha biztos hírt hozol róla. Csinálsz te valamit a saját szakállodra is? Két szabadosom, Nymphidius és Démász keresik, hatvan emberem élén. A rabszolgáknak megígértem, hogy amelyik megtalálja, szabad lesz. Ezen felül embereket küldtem ki a Rómából kivezető valamennyi útra, egyenesen azzal az utasítással, hogy a csártákban kérdezősködjenek a Lygius és a Leány felől. Magam is éjjel-nappal a várost járom, a vak szerencsében bízva ha bármit megtudsz, értesíts, mert nekem Anciumba kell utaznom. Jól van. Ha pedig bármelyik reggel arra ébredsz, hogy egy lányért nem érdemes ennyit kínlódnod és szaladgálnod, akkor gyere el Anciumba. Ott bőven van ő nő is, szórakozás is. Vinicius gyors léptekkel kezdett fels alájárkálni, Petronius pedig egy darabig nézte, aztán így szólt. Mondd meg őszintén, nem mint forrófejű ifjú, aki belelovalja magát valamibe és önmagát izgatja, hanem mint józan ember, aki barátjával beszél. Neked még mindig olyan fontos lőgia? Vinicius egy pillanatra megállt, és úgy nézett Petroniusra, mintha még sosem látta volna. Aztán megint neki indult. Látszott rajta, hogy kitörését fékezi. Végül tehetetlensége érzetében a fájdalomtól, a haragtól és az oldhatatlan vágyakozástól két könnycsebb lett meg szemében, és ezek világosabban beszéltek Petroniusnak, mint a legékesebben szóló szavak. Némi gondolkodás után tehát így szólt: A világot nem atlasz, hanem a nőt tartja a vállán, és néha játszik is vele, mint egy labdával. Úgy van, hagyta rá Vinícius aztán elbúcsúztak. De e pillanatban jelentette egy rabszolga, hogy kilon kilon idész várakozik az előszobában, és bebocsáttatást kér az úr színe elé. Vinicius azonnal bebocsátotta. Petronius pedig felkiáltott. Há, nem megmondtam? Herkulesre! Csak nyugalom, mert különben ő kerít téged hatalmában, nem te őt. Üdv és tisztelet a nemes lelkű katonai és neked is, uram, Köszönt kilom, mikor belépett. Szerencsétek legyen egyenlő híretekkel, híretek pedig járja be a világot Herkules oszlopaitól, az árszakidák határáig. Üdv neked, ó, erény és értelem kútfeje, felelte Petronius. De Vinicius színlelt nyugalommal kérdezte, mi jót hoztál? Az első alkalommal a reményt hoztam, uram, most pedig a bizonyosságot, hogy a szüzet megtaláljuk. Ez azt jelenti, hogy eddig még nem találtad meg? Úgy van, uram, de megtaláltam, hogy mit jelent a jel, amit neked rajzolt. Tudom, kik azok az emberek, akik kiszabadították, és tudom, melyik istenség hívei között kell őt keresni. Vinicius fel akart ugrani székéről, de Petronius kezét a karjára tette, és kilonhoz fordulva így szólt. Folytasd! Egészen bizonyos vagy felőle, uram, hogy a szűz halat rajzolt a homokba? Igen, robbant ki Vinicius akkor hát ő keresztény, és a keresztények szabadították ki. Pillanatnyi csend lett. Ide hallgass, Kilon, szólalt meg végül Petronius. Rokonom szép összeg pénzt szánt neked a leány megkeresésért, de ugyancsak szép számú korbácsütést is, ha be akarnád csapni. Az első esetben nem egy, hanem három skribát is vehetsz magadnak, de az utóbbiban mind a hét bölcs filozófiája, s ráadásul a magadésem lesz elég gyógyító írra. A szűz keresztény, uram, ismételte meg a görög. Gondolkoz Kilon, nem vagy te ostoba ember. Tudjuk, hogy Júnia Szilána és Kávia Kriszpinilla azzal vádolt a Pompónia Grécinát, hogy a keresztények babonáját vallja. De azt is tudjuk, hogy a házi bíróság felmentette-e vád te netán ismét ezzel akarnád vádolni? Vajon azt akarod velünk elhitetni, hogy pompónia és vele együtt lügia is az emberi nem ellenségei közé, a kút és szökőkút megmérgezők közé, olyan emberek közé tartoznak, akik szamárfejet imádnak, gyermekeket gyilkolnak, s a legocsmányabb paráznaságot űzik? Gondold meg, Kilon, hogy e tézis antitézise nem a hátadon koppa, nem majd. Hilon széttárt a karját annak eléül, hogy ez nem az ő hibája, majd így folytatta. Uram, mond ki görögülem mondatot! Jézus Krisztus, Isten fia, megváltó! Rendben van, nos, kimondom hát aztán. Most vedd minden szó kezdőbetűjét, s rakd össze úgy, hogy egy szót alkossanak. Hal, mondta ki Petronius elámulva. Íme, ezért lett a halak keresztények jelképe, felelte kilombüszkén. Pillanatnyi csend lett. A görög érvelésében volt valami, ami annyira meglepte őket, hogy nem bírták legyőzni őket. Vinicius, kérdezte Petronius, nem tévedsz te, Lőgia csak ugyan halat rajzolt? Minden föld alatti istereit meg lehet őrülni kiáltotta az ifjú, nekihebülve. Ha madarat rajzolt volna, azt mondanám, hogy madarat rajzolt. Tehát keresztény, ismételte meg Kilon. Ez azt jelenti, jegyezte meg Petronius, hogy pompónia és lűgia kutakat mérgeznek, meggyilkolják az utcákon összefogdosott gyermekeket és paráználkodnak. Zostobaság! Te, Vinicius, huzamosabban laktál náluk. Még én csak rövid ideig voltam ott, de eléggé ismerem Aulusnak Pompóniát, sőt, Lügiát is ahhoz, hogy kijelentsem ez Ez ostobasság, rágalom. Ha a hal a keresztények jelképe, amit természetesen nehéz volna megcáfolni, és ha ők keresztények, akkor proszerpirára mondom, a keresztények nyilván nem olyanok, amelyeknek tartjuk őket. Úgy beszélsz, uram, mint Szokratész, felelte Kilon. Ki ki valamikor egy keresztényt? Ki ismerte meg tanaikat? Amikor három évvel ezelőtt Neapolisból Róma felé vándoroltam, hú, miért is nem maradtam ott, egy férfiú, egy Glaukusz nevű orvos csatlakozott hozzám, akiről azt mondták, hogy keresztény, és ennek ellenére meggyőződtem róla, hogy jó és erényes ember. Vajon nem ettől az erényes embertől tudtad meg most, mit jelent a hal? Sajnos, uram, útközben az egyik csapszékben valaki átdöfte ezt a derék szívet, feleségét és gyermekét pedig elrabolták a rabszolga kereskedők, és én az ő védelmükben vesztettem el ezt a két ujjamat. De mivel a keresztények körében bőven történnek csodák, remélem még kinőnek. Hogyan? Talán keresztényé lettél? Tegnap óta, uram, tegnap óta. Az a hal tett azzá. Látod, mennyi erő lakozik benne? Néhány nap múlva a buzgók között is éleszek a legbuzgóbb, hogy beavassanak minden titkukba. s ha minden titkokat ismerem, tudni fogom, hol rejtőzik a szűz. Akkor aztán a kereszténységem talán kifizetődőbb lesz, mint a filozófiám. Merkúriusznak is fogadalmat tettem, hogyha segít megtalálnom a szüzet, két egyidős és egyazon méretű üszőt áldozok neki, és még a szarvaikat is megaranyoztatom. Szóval a te tegnapi kereszténységed és régebbi filozófiád megengedi, hogy higgy Merkúriuszban? Mindig abban hiszek, amiben hinnem szükséges, és egyúttal ez a filozófiám is, amely az Istenek, különösen Merkúriusz ízlésének bizonyára meg is felel. Szerencsétlenségemre tudjátok, tiszteletre méltó uraim, milyen gyanakvó Isten nem bízik ő még a legfethetetlenebb filozófus ígéretében sem, és talán jobb szeretné az üszőket is előre, pedig az igen nagy kiadás volna. Nem mindenki szeneka, és nekem nem telik ilyesmire. Ha azonban a tiszteletre méltó Vinícius szíves volna arra az összegre, amit ígért, valamicskét. Egyetlen obulusz sem, Kilon, jelentette ki Petronius. Egyetlen obulusz sem. Vinicius bőkezűsége fölülmúlja a reményeidet, de majd csak akkor, ha lüggyel megtalálod, vagyis ha megmutatod nekünk a rejtek helyét. Merkurius kénytelen lesz hitelezni neked azt a két üszőt, bár nem csodálom, hogy ez semmiketve, és ebben is csak nagy eszét ismerem fel. Hallgassatok meg, tiszteletreméltó uraim! A felfedezésem óriási, mert noha a szüzet eddig elé nem találtam meg, megtaláltam az utat, amelyen őt keresnünk kell. Íme, széjjel küldtétek a rabszolgákat és szabadosokat szerte a városban és a vidékre, de adott-e valamelyik kis valami útmutatást? Nem. Egyedül csak én adtam. De ennél még többet is mondok. Rabszolgáitok között lehetnek keresztények is, akikről nem tudtok, mert ez a babona már mindenfelé elterjedt, és ezek, ahelyett, hogy segítenének, még elárulnak benneteket. Az is baj, hogy engem itt látnak. Éppen ezért tiszteletre méltó Petronius, Parancsolj hallgatást Eunikének, te pedig, ugyancsak tiszteletemértó Vinicius, terjeszt hírét, hogy kenőicsöt adtam el neked, amelytől, ha a lólábát bekenik, győz a cirkuszi futtatáson. Egyedül én fogom a szökevényeket keresni, és egyedül én fogom őket megtalálni, ti pedig bízzatok bennem, és tudjátok meg, hogy bármit kapnék előre, az csak ösztönzésemre lenne. Mert mindig nagyobb jutalmat fogok remélni, és annál biztosabb leszek benne, hogy a megígért jutalom el nem kerül. Ó, igen, mint filozófus megvetem a pénzt, bár Seneca, sőt, Musonius vagy kornútus sem veti meg, pedig ők nem vesztették el újaikat senki védelmében, tehát maguk írhatnak, s neveiket maguk adhatják tovább ivadékaiknak. De a rabszolgán kívül, akit meg akarok venni, meg merkúriuson kívül, akinek az üszőt felajánlottam, pedig tudjátok, mennyire megdrágult a szarvasmarha, maga a keresés is rengeteg költséggel jár. Hallgassátok csak meg türelmesen. Íme, e néhány nap óta a lábam kisebesedett a folytonos gyaloglástól. Betértem a bormérésekbe, hogy az emberekkel beszéljek, a péküzletekbe, a mészárszékekbe, az olajárusokhoz, meg a halászokhoz. Bejártam az összes utcákat és sikátorokat. Jártam a megszökött rabszolgák rejtek helyein, csak nem száz ázt elvesztettem morajátékban. Jártam a mosodákban, szárítókban és kifőzésekben, találkoztam összférhajtsárokkal és szobrászokkal, emberekkel, akik a hújak bajokat gyógyítják és fogokat húznak, beszéltem füge árusokkal, jártam a temetőkben, és tudjátok miért? Azért, hogy mindenütt halat rajzoljak, aztán az emberek szemébe nézek, és halljam, mit szólnak egy jelhez. Sokáig nem vettem észre semmit. Még végre egy öreg rabszolgát pillantottam meg egy szökőkútnál, és láttam, hogy vizet méreget és sír. Oda mentem át hozzá, és megkérdeztem, miért sír. Erre letelepettünk a szökőkút lépcsőjére, és ő elmondta, hogy egész életében élükre rakosgatva gyűjtögette a szeszterciuszokat, hogy szeretett fiát kiváltsa, de mikor ura, egy bizonyos pansza meglátta a pénzt, elvette, és a fiát további rabszolgaságban tartja. És ezért sírok, folytatta az öreg, mert bár folyton mondogatom, legyen meg az Isten akarata, én, szegény, bűnös ember mégsem bírom könnyémet visszatartani. Ekkor, mint ha diktálta volna, ujjamat a vízbe mártva egy halat rajzoltam elé, ő pedig mindjárt rámondta, nekem is Jézusban a reménységem. Akkor megkérdeztem, a jelről ismertél meg? És ő már is megfelelt, úgy van, békesség neked. Erről foggatni kezdtem, saj a jó ember mindent kibeszélt. Ura, ma Pansa, maga is a nagy pansza szabadosa, és a Tiberiszen köveket szállít Rómába, amelyeket a rabszolgák és bérmunkások raknak ki a tutajokról, és éjjelenként cipelnek az épülő házakhoz, hogy nappal ne akadályozzák az utcai forgalmat. Sok keresztény is dolgozik ott, és köztük az ő fia is, akit azért akart kiváltani, mert az a munka igen nehéz. De Pansa jobbnak látta megtartani a pénzt is, meg a rabszolgát is, azzal megint sírva fakadt, és vele együtt én is, úgyhogy könnyeink összefolytak, ami annál könnyebb volt számomra, mert jó szívem van, meg a lábamból is nyilalott a rengeteg gyaloglástól. Mindjárt elpanaszoltam neki, hogy csak néhány napja érkeztem Neapolisból, tehát nincs egyetlen ismerősöm sem a testvérek között, és nem tudom, hol szoktak összegyülekezni az együttes imádkozáshoz. Csodálkozott, hogy Neapoliszi keresztények nem adtak nekem levelet a római testvérekhez, de megmagyaráztam, hogy a levelet útközben ellopták tőlem. Erre felszólított, hogy éjszaka menjek el a folyóhoz, ő majd megismertet a testvérekkel, azok pedig elvezetnek az imaházakba, meg a vénekhez, akik a keresztény közösség dolgait intézik. Erre úgy megörültem, hogy mindjárt odaadtam neki a fia kiváltásához szükséges összeget, abban a reményben, hogy a nagy nagylelkű Vinicius kétszeresen visszafizeti nekem. Kilom, vágott közbe Petronius elbeszélésedben a hazugság úgy úszik az igazság színén, mint az olaja vizen. Nem tagadom, fontos híreket hoztál. Még azt is megállapítom, hogy nagy lépéssel előbbre jutottunk a Lügia felkutatásához vezető úton, de híreidet ne burkolt hazugságokba. Mi a neve annak az öregnek, akitől megtudtad, hogy a keresztények a hal ismerik meg egymást, hm? Eurikius, uram, szegély szerencsétlen aggasztján, Glaukuszra, arra az orvosra emlékeztetett, akit a rablók ellen védelmeztem, és főleg ez indított meg annyira. Azt elhiszem, hogy megismerkedtél vele, és hogy ezt az ismerettséget ki is tudod használni, de pénzt nem adtál neki. Nem adtál neki egyetlen ázt sem, érted? Nem adtál semmit. De segítettem neki a vedret cipelni, és nagy részvédtel beszéltem a fiáról. Igen, uram, mi maradhatna rejtve Petronius átható tekintete előtt? Pénzt tehát nem adtam neki. Vagyis adtam, de csak lélekben, gondolatban, amiha igazi filozófus volna, elég is lenne neki. Mégpedig azért adtam, mert a lépést szükségesnek és hasznosnak tartom. Képzeld csak el, uram, mennyire felém hajlítana ő minden keresztényt, mennyire egyengetni utamat hozzájuk, és milyen bizalmat keltene bennük irántam. Ez igaz, ismerte el Petronius, és meg is kellett volna tenned, hiszen éppen azért jöttem, hogy megtehessem. Petronius az fordult. Számlátas ki neki ötezer szesztercius, de csak lélekben, gondolatban. Vinícius azonban így szólt. Egy legényt adok melléd. Aki elviszi az összeget, te meg majd azt mondod Eurikiusnak, hogy a legény neked rabszolgád, és előtte számolod le az öregnek a pénzt. Mivel azonban fontos hírt hoztál, Ugyanennyit kapsz te is. Este gyere el a fiúért és a pénzért. Íme, egy valódi Cézár! áradozott Kilon. Engedd meg, uram, hogy művemet neked ajánljam, de engedd meg azt is, hogy ma csak a pénzért jelentkezzem, mert Eurikius megmondta nekem, hogy valamennyit utolját kirakták már, és újabbakat csak néhány nap múlva vontatnak fel Osztiából. Békeveretek! Így búzsúznak egymástól a keresztények, Veszek magamnak egy rabszolgánőt, akarom mondani rabszolgát, a halakat horoggal fogják, a keresztényeket pedig hallal. Pax vobiscum, pax, pax, pax! Béke veletek!